Az Álmok Színházában folytatódjon a kaland, köszöntök mindenkit, az E-bajnokok Ligája harmadik fordulójából következik a Manchester United Ferencváros összecsapás. Érkeznek a pályára a csapatok, hát a Ferencváros négy ponttal áll két mérkőzés után az EBL-ben, és valóban ugyan még hátra van a java, négy mérkőzés, de hát így is nagyon jól áll a Ferencváros, és akár most már tényleg lehet esély arra, hogy tovább lépjen az EBL csoportjából. Ez ma újabb lépés, tehát az Old Traffordon a Manchester United vendégeként. A United pedig azok után, hogy 4-0-ra kikapott ugye a PSG-től, győzött a Sevilla vendégeként, úgyhogy mind a két csapat győzelemmel hangolt erre az összecsapásra. Imént van a Manchester United kezdője De Gea-val a kapuban. A védelemben majd ott lesznek többen is, ilyen például Malaysia, illetve Martinez, Varane, Dalot, ez a négy védő. Bruno Fernandes, Eriksen és Casemiro a középpályán, elő pedig Anthony, Rashford és Sancho a támadó sorban. Úgyhogy valóban ez egy elég erős Manchester United lesz a mai mérkőzésre. Fel van adva a lecka Fradinak, ugye Pisuánból sikerült elhozni egy pontot. Most jöhet Manchester, az Old Trafford, és ugye még az ötödik fordulóban majd a Parc des Princes-ben, idegenben a Paris Saint-Germain ellen is lesz egy összecsapás. De hát most a programban két Manchester United elleni mérkőzés szerepel, hogy ezeken sikerül pontokat szerezni, nagyon jó helyzetből várná Ferencváros az utolsó két mérkőzést. Ami a Fradi kezdőit illeti, Dibusz, aki óriási bravúrokkal segítette a három pontot az öldfehéreket, természetesen kezdő. Bekerült a csapatba Merci, illetve Besic is. A védelemben pedig most Pászka lesz ott, és visszaáll a négyvédős rendszer. Botka egy Szemimai középen, Vingó pedig a jobb oldalon. Tokmak Rájemai, illetve Marquinhos lesz majd a három támadó. Hát meglátjuk, hogy az újak hogyan szerepelnek majd. Én mondom, többek között Pászka, Besic, illetve Merci is kezdő. Merci eddig egy percet nem játszott az E-bajnokok ligája idei szezonjában. Most a harmadik meccsen a kezdőben, meglátjuk majd, hogyan működik ez a kezdő 11. Elkezdődött tehát a mérkőzés Manchester United Ferencváros, az E-bajnokok ligája csoportkörének harmadik fordulójából. Anthony végezhette el a bedobást, aztán most már Bruno Fernandes tovább tudja tenni. Anthony jól megy ott a szélen és lövi középre. Dibusz fogja meg aztán ezt a középre belőtt labdát, és teszik ki oldalra Botkának. Botka, 6. percben járunk, Botka elpasszolja, ez nagy hiba, Eriksen. Eriksen, Bruno Fernandes a labda, és ő lőni fog, Dibusz! A 7. perc hozza a mérkőzés első helyzetét, és Dibusz Dénes védi Bruno Fernandes kísérletét. Dibusz ugye egyetlen egy gólt kapott eddig ebben a csoportkörben, ugye Giszkó talált be ugye Sevilla elleni mérkőzésen, azóta viszont nem kapott gólt Dibusz Dénes, az is akkor az első meccs 12. percében volt. Bruno Fernandes adja be ott a helyzet, de Casemiro elől lehúzza ezt is Dibusz, ki óriási bravúrokat mutatott be a PSG ellen legutóbb, mitott 11-est is védett ugye. Marquinhos mehet most, Malaysia ott rajta, Marquinhos középre, sajnos pontatlanul, De Gea kirúgja lábbal estében, Marquinhos még, és viszont már elfeleljék ezt az angolok. Casemiro, labdaszerzés megint a Fradinál, Botka, leteszi Pászkának, Pászka az is jó, Mercier, Mercier rosszul oldalra. Angol csapattal eddig egyszer találkozott itt az E-bajnokok ligájában a Ferencváros a csoportkörben, akkor a Liverpool volt az ellenfél, oda visszanyerni tudott a pool, otthon 3-1, idegenben 2-1-re. Merci a labda, merci! Mindig ott lehetne, de nem sikerül visszaszerezni. Besic kap ajándéklabdát, Vécsei, Besic kapja meg és lövi el, De Gea! De megvolt az első Ferencváros helyzet a 18. percben, Besic próbálkozott messziről. Az újonnan a kezdőben nevezett Besic. Vécsei adta neki a passzgólt, és gólpasszt jegyzett a PSG ellen, ugye Vécsei. Jön a szöglet, Szemimáé, nem tudott fejelni, Bruno Fernandes. Marquinhos, Vécsei, Zakariassen szerezték ugye eddig a Fradi három gólját az idei EBL-ben. Rashford oldalra teszi, Pászka menne, de ott van még Sancho is, az lesz volt Rashfordnál bizony. Szabadrugásra jött kifelé a Ferencváros. Pászka, Botka kapta meg. Mercier. Ryan May indulott, Merci azonban egyedül még, leteszi Vécsei, Merci lőhet, Merci, és gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, Merci nagyon jó döntés volt, hogy a kezdőben lett jelölve, 1-0 a Ferencvárosnak az Old Traffordon.
Jó kezdés, Mercé góljával vezet a Ferencváros. Itt indul el Mercé, és nagyon szép a kényszerítő, itt Vécseivel kapja vissza, hogy hát most kényszerítő volt, ez inkább egy kis összjáték ott a 16-os előtt. Mercé aztán kapura teszi egyből, és nagyon jó döntést hoz ezzel. Vezet a Ferencváros Manchesterben is. Jelenállás szerint 7 pontja van a Fradinak 3 kör után. És így ürül Csercsaszov. 0-1. 23. perc. Vezet a Ferencváros. Eriksen. Hát ez eddig jól alakul. Sancho kapott sárgát. Marquinhos meg megszerzi a labdát. Besic. Raya már indulott. Mercé. Oldalra teszi Besicnek. Jöhet ezzel megint a Fradi Vécsei, illetve Raya Mai középen. Marquinhos kapta a labdát. Ott lehet Tokmaknál. Lisandro Martínez, aztán Malaysia. Az a De Gea-nak. Visszaszerzi a labdát megint a Fradi. Besic, Vécsei. Megint adott így egy gólpaszt ugye Vécsei. Mercé és a rokkal gyönyörű ez. Besic. Besic még mindig. Besic ellövi, megpattan, és az is bent van. 2-0-ra vezet a Ferencváros. Besic góljával sokkolja a Fradi egyelőre a Manchester United-et. 0-2. Álomszerű eddig ez a mérkőzés. Ez a passz Mercé-től sarokkal. És ő is most a gólja után ad egy gólpassz, de még miért, és Besic lövése megpattan, és így megy be. Egészen elképesztő. 2-0. Itt pattan meg a labda Martinezen, és kerül aztán De Gea hálójába. 2-0 a Ferencvárosnak. Óriási eddig. És Besic is betalál, tehát egyelőre jó döntéseket hozott Csercsaszov azzal, hogy berakta Mercét és Besicet a kezdőbe, mert mind a ketten lőnek egy gólt. Mercé ládásul azért oroszlán részt vállalt az első gólban azzal, hogy ő lőtte be, meg nem mellesleg ugye betalált, vagy illetve adott egy gólpaszt a gólja után sarokkal, és Besic is eredményes. És hát egyelőre a középpályások lövik a Fradi góljait, hát az nem baj, hogyha tényleg ilyen eredményesen tud futballozni a Fradi. Daló. De középre, ott a helyzet, és Rashford mellé vágja. Ez most szerencse volt, neked örülhetünk neki. Nem csak nyilván szerencse, de Mászkát figyeljük már, hiszen Mercé ad egy jó labdát Vécseinek. Vécsei. Újjutna ott Dalón, már a Raya Mai. Fordul és lövi rá, messziről Raya Mai. De kell húzza le. Martinez. Hát azért tényleg egészen ilyetetlen, mit megy a Ferencváros az idei EBL szezonban. 5 lőtt gól, 1 kapott és 7 pont eddig. Manchester United, Ferencváros 0-2. Anthony. Segíjön a United, Anthony. Ó, jajaj, Botka. Ez nagyon nagy butasság volt, Botkát ki fogja elíteni a játékvezető, és még 11-es is. Hát reméljük, hogy nem lesz ez egy mérkőzés befolyásoló tényező most Botkától, de fél idő vége előtt visszajött a mérkőzésbe a Manchester United, ráadásul ember hátrányba kerül a Fradi. Na nézzük. Bruno Fernandes a labda mögött is berúgja. 2-1, szépít a Manchester United. Dibusz most ezt a 11-est nem tudta kivédeni. 1-2. De még mindig a Fradi vezet. Itt az Old Traffordon. Kérdés, hogy ugye ez a Botka kiállítás, ez mennyire lesz hatással majd a Ferencvárosra. Ezért ember hátrányban egy fél időt lejátszani a United ellen, hát nem lesz egyszerű dolog. Eriksen. Besic, Vécsei, és itt a vége a félidőnek. És akkor jöjjön a folytatás innen az Old Traffordról. 2-1-re vezette át a Ferencváros az első félidő után. Hát nyilván magyar szempontból már is fújhatták volna az első félidőben a meccset, de nyilván jön a második is. Lejött Raya Mai, érkezett Kovácsevics a helyére, úgyhogy egyel kevesebb csatár így a Fradinál. A taktikai változtatás miatt ugye Botkát kiállították a félidő végén. Vécsei kapja. Vécsei lő, jön a blokkról. Bruno Fernandes, aki a szépítő gólt szerezte ugye büntetőből. Sancho. Sancho előre Anthonyhoz, azaz most lehet valami Anthony Rashfordnak. Sancho mindig ott van előtte. Sancho középre, Rashford előtte a blokkba, Vécsei. Mercé, jól veszi át Mercé, és ezzel most fordulhat a Ferencváros. Tokmák kapja a labdát. Varane ott rajta, Tokmák még mindig. Rosszul középre daló Varane. Vécsei, ez meg lesz neki bizony, Besic. Ez jónak tűnik, Vécsei kapná vissza, de rövid volt. Eriksen. Sancho. Mehet ott Rashford. Kovácsovics mellett tolja meg, Rashford. Eriksen kérné, ott a hazafejelt labda, Vingó. Ez viszont így jó, Fernandesnek Dibusz kivédi.
Hát itt Vingo, lehet, hogy nem kellett volna most mentenie, de szöglet. Szemi melyek a putólag sárgát. Lejön Eriksen, cserél a United, jön majd a helyére Fred. Hát egy óra elteltével továbbra is 2-1-re vezet a Ferencváros az Old Traffordon. Bruno Fernandes a szöglettel. Ott a berobbanó ember, Anthony lövését blokkoljuk elsőre még egyszer is. Ott van még Lisandro Martinez, ő tartja a labdát a 16-oson belül. Martinez leteszi Frednek, Fred középre, és Dubus véd óriásit újra. Hát most nagyon nyomnak az angolok. Na nézzük Fernandest újra, Sancho. 2-1-es Ferencvárosi vezetésnél továbbra is. Sancho még egy embert elfektetett, Fred középre, Rashford, fölé lövi. És akkor most meg lehet nyugodni. Dibus kipasszolja, Vingo, Kovacevic, Szemi Májénak is figyelnie kell, van egy sárgája, ráadásul ugye Botka, így majd a visszavágó nem játszhat a United ellen. Rashford teszi oldalra Sanchónak, és megint megbontják a Fradi védelmét, Sancho mehet, Sancho beteszi középre, ó, mit védett Dibus, és sajnos a kipattanó bent van, 2-2. Bruno Fernandes egyenlít ki, és ő így duplázik a mérkőzése, 67. perc, ez most benne volt a meccsben. Nagyon jött előre a United, nagyon nyomott a United, és ki is egyenlítenek. Fernandes második gólja, 2-2. Nyilván előzetesen azért idegenben a United ellen egy 2-2-t alá lehet írni, így azért kicsit más. Mert Botka kiállítása óta két gólt is szerzett a manchesteri csapat. Vécsei elveszíti Fred, Bruno Fernandes, Rashford, Fred. Ajaj, Rashford indul üresbe. Kovácsovicsot lehagyja, Rashford mehet. Rashford zicserben, Rashford lő és belövi. 3-2 Manchester United javára. Hát most összeesett a Ferencváros, ezt ki kell mondani. Marcus Rashford góljával fordítanak az angolok 20 perccel a vége előtt. 3-2 oda. És fel tudott állni 0-2-ről United. Itt indítja ki Fred Rashfordot. Kovácsovics lemarad, Rashford pedig belövi. 3-2. Merci. Vécsei, Marquinhos. Az első veresége lehet ez ugye a Ferencvárosnak az EBL-ben, hát hátha még ember hátrányban egy döntetlen benne van a fiúkban. Tokmák. Tokmák, Vécsei. Vécsei középre, Besics. Mérte már el, Lisandro Martinez. Fred, hátra Bruno Fernandesnek, Fred. Megint megindulhat a United, Sancho. Pászka, gyönyörű becsúszás Pászkától Sanchoval szemben. És ez talán ki sem megy. Bizony, Kovacevic. Ó, Kovacevic, ez óriási hiba. Rashford egymás zavarják Freddel, és így tud aztán szerelni Szemi Májé. És kicsit nekik is megköszönhetjük. Tény Kovacevic hívájában ez a alakult valaki. Tokmák, Vécsei, Mercier. Egyedül még, Mercier. Nagy meglátás, Vécsei zicserbe kerülhet, Vécsei lő gól! 3-3! Hát lett válasz ember hátrányban, Vécsei második gólja se a BL-ben, a csoportkörben. Egyenlít a Ferencváros a Manchester United ellen. 3-3. Őrült mérkőzés. Itt van, és megint Mercé, az ő meglátása kellett újra. És Vécsei a gólpassza után lő egy újabb gólt. Hát Vécsei egyelőre itt az E-bajnokok ligájában brillírozik, főleg az elmúlt két mérkőzésen. De ugye a Sevilla ellen is ő adta a gólpasszt Marquinhosnak a remek szabadrúgásnál. Mercé pedig alig, hanem a kezdőbe írja magát a mai teljesítményével. A gólja után adott sorokkal egy gólpasszt, most meg egy nagyon jó meglátás után újabb assziszt. Anthony, ezt a pár percet, ezt az 5 percet kéne kibírni 11-es kap a United. Hát nem lehet, nem kellett volna elkiabálnom. Kovacevic. Nem kap pirosat, mint Botka, akinek a helyére jött. Vagy hát pontosabban akinek a pozíciójában. Na nézzük, Bruno Fernandes másodszor. És Dibus ezt megfogja! Ez megvan neki! Bappé után Bruno Fernandes büntetőjét is védi Dibus a BL-ben. Óriási bravúr volt. Kézzel elvetődve kiüti. Marad a 3-3. Hú, mi lesz még itt ezen a meccsen? Fernandes szöglete. 3-3-nál a 86. percben. Jön a fejes Dibus véd. Ez nem volt veszélyes annyira. Elanga Antonit váltotta, cserélt a United. Malaysia. Tokmak megy, de nem az övé a labda. Casemiro. Azért egy ilyen mérkőzésen az egy pont nem rossz. Hogy ezzel lenne 5 pontja a Ferencvárosnak. 3 kör után a féltávnál. Ez a 3-3 meg lenne. Na most Vécsei belehibázott, elpasszolt a Frednek, Rashford.
2 perc a ráadás, ennyit kéne kibírni a döntetlenért. Rashfordot hagyja Sammy Mayert, az viszont baj. Fred középen, Rashford megtalálja, Fredet Dibusz megint mit védett. Sammy Mayer rúgja el, Vécsei megint elveszíti, Elanga, és nem fújja le a spori. Sancho még, tovább megy, Dibuszról jön ki, még mindig ott van gól. Ez tényleg hihetetlen. Sancho lőtte be 4-3 a Manchester Unitednek. A 94. percben nyerik meg az angolok a végjátékot. Hát őrület, ami itt volt. Vécsei szórta el kétszer is a labdát. Hát nem sikerül felszabadítani, és Dibusz megint nagyot véd, a kipattanóra jön Sancho, itt már nem volt esélye. 4-3 a Unitednek. Hát időn túl vagyunk már, de hát ha még bingo jön, lejön Boli. Ez mindent elmond. De hát 95. perc lesz lassan, kérdés, hogy lesz-e idő már itt bármire is. Boli fogja legurítani a labdát. És most jön egy távoli lövés. Ott van még a labda, és itt a vége a mérkőzésnek. Manchester United Ferencváros 4-3, óriásit küzdött a Fradi, lőtt 3 gólt, vezetett 2-0-ra, jött Botka kiállítása. A United aztán megfordította a meccset, Vécsei kiegyenlített, aztán az ő eladott labdájából, meg a United addig-addig ment, amíg Sancho révén meg nem szerezte a győztes gólt. A Ferencváros tehát 3 forduló után marad 4 pontos, és elszenvedi első vereségét az Elbajnokok Ligája csoportkörében. 4-3 a vége.